A kúria már 2013-ban kinyilvánította, hogy az árfolyamváltozás iránya, mértéke előre nem látható, nem kiszámítható. A múltbéli tendenciák alapján nem lehet következtetni a jövőbeni árfolyamokra. A bankoknak így nem is kellett a lehetséges várható árfolyamról tájékoztatni az ügyfeleiket. Azonban a kúria ekkor, 2013-ban azt nem zárja ki, hogy az adósok kaphattak nem megfelelő tartalmú tájékoztatást, illetve félrevezető tájékoztatást az árfolyam kockázattal kapcsolatban. Előfordulhat még az is, hogy a bankok az adóst szándékosan megtévesztették. Amennyiben a fogyasztó tévesnek, valótlannak bizonyult tájékoztatást kapott, a szerződés részlegesen vagy teljesen semmis lehet. Nézzük, mi az igazság az árfolyamokkal, a lehetséges árfolyamokkal kapcsolatban. Valóban nem lehet előre gyanítani az árfolyamváltozás irányát és a változás mértékét. Az elmúlt 30 év svájci frank árfolyamait látjuk. Ezek az adatok a Magyar Nemzeti Bank honlapjáról származnak. Nem kell semmilyen gazdasági tanulmányt ahhoz elvégeznünk, hogy észrevegyük, a svájci frank árfolyam változása három részre osztható. Az első időszakban emelkedett a svájci frank árfolyama. Ez a kék vonal. Ezt követően kissé csökkent a svájci frank árfolyama, ez a zöld vonal. Majd újra elkezdett emelkedni az árfolyam, ez a lila vonal. A három színnel jelölt vonal neve trendvonal, vagy magyarul irányvonal. Az árfolyam hol az irányvonal alatt, hol pedig felette mozog. Ez az eltérés a volatilitás, vagy magyarul kilengés. Nézzük, mi történt 2001 környékén. Eddig a svájci frank árfolyama emelkedett, ezt követően egy kicsit elkezdett csökkenni. Mi történhetett? Trendváltozás történt? Kék után zöld vonal? Vagy maradt a trend, maradt a kék irányvonal, csupán a kilengés nőtt meg? Vajon a bankszektor észlelte valami változást? A devizahitelezés pont ekkor, 2001-ben indult. Nem lényegtelen tehát ez a kérdés. 2006. januárjában adott ki egy tájékoztatást a devizalapú lakossági hitelek kockázatáról a Magyar Bankszövetség. A Bankszövetség a bankok érdekvédelmi szervezete. Ez a civil szervezet, amellyel a mindenkori magyar kormány folyamatosan tárgyal, egyeztet. Ha 2000-hez viszonyítunk, akkor a forint árfolyama 22%-kal kevésbé gyengült, mintha a hazai és az európai infláció különbözetének megfelelően változott volna. Ha ezt a viszonyítást munkabérek alapján végezzük el, akkor a forint 16%-kal gyengült kevésbé. A Bankszövetség tájékoztató anyaga azt is bemutatja, a Magyar Nemzeti Bank ábrájával, hogy mennyire értékelődött fel a forint. A kevésbé romlott, mint kellett volna, és a felértékelődés mind azt mutatja, hogy a kilengés nőtt meg, nem pedig az irányvonal változott meg. A fő kérdés azonban az, hogy a szerződéskötés során a fogyasztókkal közölték-e a bankok, hogy a forint felértékelődött állapotban van, ami azt jelenti, hogy az elmúlt években kevésbé romlott, mint kellett volna. Ha a Bankszövetség meg tudta állapítani, hogy kevésbé romlott a forint, mint indokolt lett volna, akkor mégiscsak lehet előre számolni valamiféle várható árfolyamot? Van-e gazdasági elméleti alapja a várható árfolyam számolásának? Ha van valami ilyesmi,
akkor ismerik-e a bankok és számolnak-e vele? Elsőként nézzünk egy nemzetközi szakkönyvet. Idézek belőle. A devizapiac akkor van egyensúlyban, ha valamennyi devizabetét hozama megegyezik. Ha bármely két különböző devizában denominált betét azonos devizában mérve ugyanazt a várható hozamot biztosítja, akkor fennáll a kamatparitás feltétele. A denominált azt jelenti, hogy meghatározott. Ez egyben azt is jelenti, hogy a különböző devizabetéteket potenciális tulajdonosaik egyformán vonzónak találják. Nos, hát igen, minden szakmának megvan a saját nyelvezete. Fordítsuk le tehát hétköznapi nyelvre, hogy ez mit is jelent. Mi ez a kamatparitás? Nézzük elsőként a zöld nyilat. Ezzel a nyillal azt akarom megmutatni, hogy ha van sok pénzünk, akkor az egyik lehetőségünk az, hogy betesszük a bankba és kamatoztatjuk, mondjuk 2 hónapig. A másik lehetőség a piros szakadott nyilakkal jelzett, ez esetben átváltjuk a forintot például svájci frankra, és a devizát kamatoztatjuk. Amikor 2 hónap múlva visszaváltjuk a svájci frankot forintra, akkor ugyanannyi forintunk lesz, mintha az első változatnál maradtunk volna. Ez a kamatparitás elmélete. Innét már csak szímszavakban, távirati stílusban. Az árfolyam előrejelzés nem teljesen lehetetlen. A kamatkülönbségeknek jelezniük kell a leértékelődés várható mértékét. Ha tartósan emelkedik egy országban az árszint, akkor az ország devizája előbb-utóbb leértékelődik. A szerzők végeztek egy ellenőrzést is, összehasonlították az azonnali és a határidős árfolyamokat 25 éven keresztül. Szorosan együtt mozognak. Mi az a határidős árfolyam, és mi köze van a kamatparitáshoz? Továbbra is csak címszavakban, most már magyar egyetemi jegyzetekből. A forward árfolyamot a kamatparitás elméletével számolják ki. A határidős árfolyamot itt forward árfolyamnak nevezik. Ha a tényleges árfolyam eltér az előre kiszámoltól, akkor arbitrázsra nyílik lehetőség. Az arbitrőzők miatt a tényleges árfolyam, a piaci árfolyam, a kiszámolt árfolyam felé terelődik. Nos, még egy újabb idegen kifejezés, az arbitrázs. Az arbitrőzs ott vesz fel kölcsönt, ahol alacsony a kamatláb, ezt az összeget átváltja olyan devizára, ahol magas a kamatláb és a pénzt kamatoztatja. A végén a pénzt visszaváltja, előre megállapított határidős árfolyamon, és visszafizeti a korábban felvett kölcsönt. Természetesen akkor csinálja ezt végig az arbitrőzs, ha marad neki a végén még elég sok pénze. Az arbitrázs egy kockázatmentes üzlet, melyhez nem kell tőke, nem kell saját befektetés. Viszont hatalmasat lehet vele keresni, ha fennáll az arbitrázs lehetősége. Az arbitrázs és a kamatparitás szorosan összefügg. Ez már egy másik egyetemi jegyzet. Kétfajta pénzváltásra van lehetőség. Az egyik az azonnali pénzváltás, ekkor a napi, más néven prompt, vagy még egy más néven spot árfolyammal történik a pénzváltás. A másik pénzváltás a határidős pénzváltás, ekkor határidős árfolyammal történik a pénzváltás. Itt terminárfolyamnak nevezik ezt. Már megjelenik a képlet, amivel a várható árfolyamváltozást ki lehet számolni. Ez most egy főiskolai jegyzetből van. A kamatparitás elmélete fennáll, ami korlátozásmentesen lehet választani a különböző devizákban történő betételhelyezések között. A kamatparitás képlete feltűnik a bankszövetség által kiadott hitelintézeti szemlében is. Természetesen a bankok nap mint nap használják a határidős árfolyam képletét. Vagyis nem csak egyetemi jegyzetekben szereplő elméletről van szó. Ebben az egyetemi jegyzetben láthatjuk, hogyan kell számolni a határidős árfolyamot, itt forward árfolyamnak nevezik.
minél hosszabb időre számoljuk előre a határidős árfolyamot, annál nagyobb lesz a forintgyengülés mértéke. Minden ügyfélnek elmondták a bankok, hogy a kamatparitás elméletéből adódóan teljesen biztosan forintgyengülés várható? Azért, mert a magyar infláció nagyobb, mint a svájci? Azért, mert a bubor magasabb, mint a svájci frank libor? Azért, mert a magyar nemzeti bank alapkamata magasabb, mint a svájci nemzeti bank alapkamat? Ismerjük meg az egyik bank tájékoztatását. Aki határidős árfolyam megállapodást köt, az bebiztosítja magát a kedvezőtlen irányú árfolyam elmozdulás káros hatása ellen, cserében viszont lemond a kedvező irányú elmozdulásból eredő lehetséges nyereségről. A határidős árfolyam megállapodás származékos ügyletnek számít. A határidős árfolyam számítását ismeri természetesen a budapesti értéktőzsde is. Arbitrás alapú árazásnak hívja. Térjünk vissza az árfolyamokhoz. A Bankszövetség 2006-os tájékoztatásából tudjuk, hogy 2000-hez képest a forint kevésbé romlott, mint kellett volna. Most már azt is tudjuk, miként lehet számolni előre a várható árfolyamokat. Most térjünk vissza 2004-be. 2004. októberében a budapesti értéktőzsde egy elemzést készített a devizehitelezés kockázatáról és a kockázat csökkentési lehetőségeiről tőzsdei származékos termékekkel. A lakásszélú hitelek azért terjedtek el, mert az állami támogatású kölcsönökhöz való hozzáférést megszigorították. 2004-ig csak pár éves futamidejű gépjármű devizakölcsönök voltak. Ennyit tudnunk kell mindenképpen az előzményekről. Amint megjelentek a hosszú idejű lakásszélú devizakölcsönök, a budapesti értéktőzsde egy konkrét számpéldát tartalmazó elemzést készített. A budapesti értéktőzsde a magyar állampapírok akkor ismert hozamaiból és a svájci állampapírok akkor ismert hozamaiból számolt árfolyam előrejelzést. Ezek az árfolyamok vannak kékkel jelezve. A piros vonal a svájci frank tényleges árfolyama 2001 és 2004 között. Itt látjuk a svájci frank árfolyamát is és a budapesti értéktőzsde előrejelzését is. Mindenki látja, hogy 2006 és 2007 között a forint kevésbé gyengült, mint kellett volna. Mindenki látja, hogy a 2008-as válság hatása nem volt rendkívüli, csupán a forint felülértékeltsége szűnt meg. Fenntartható még mindig a kúria álláspontja. 2013 végén Kovács Levente, a Bankszövetség főtitkára egy terjedelmes tanulmányt tett közzé a Bankszövetség akkori kiadványában, a hitelintézeti szemlében címe a devizahitelek háttere. Ebben közreadja, hogy eltérő a forintkölcsönök és a devizakölcsönök törlesztési karakterisztikája. Végeredményként teljesen mindegy, hogy az adósok melyiket választják, mindkét esetben reálértéken ugyanannyit kell fizetni. Utal a tájékoztató anyag a kamatparitásra, amikor is az árszint növekedést említi. Kezdetben a devizahitelek törlesztése alacsonyabb, mint a forint kölcsönök törlesztése. Később ez megváltozik. Idézem az anyagból. A devizahitel törlesztési karakterisztikája kedvezőbb a családok számára, hiszen az első időszakban, amikor a családalapítás történik, nem jelent elviselhetetlen terheket, igaz, a gyerekek kirepülése után is marad még törleszteni való. Itt látjuk a forint és a devizahitel törlesztési karakterisztikáit. Mit látunk? A kölcsönfelvételekor a forint kölcsön törlesztő részete magasabb, mint a devizakölcsön törlesztő részete. Ez azonban nem sokáig marad így.
A devizakölcsön előnye szép lassan elolvad, és már többet kell fizetni, mintha az adós forintkölcsönt vett volna fel. Nézzük csak meg az időszak végét. Elmagyarázták ezt minden banki ügyfélnek a devizalapú kölcsön felvétel előtt? Ha tudják mindezt az emberek, felvettek volna devizakölcsönt? Deviza elszámolása kölcsönt? Az anyag tartalmazza azt is, hogy mit adtak a bankok az ügyfeleiknek tájékoztatásul. A válságot megelőzően senki sem számított 10-20%-osnál nagyobb árfolyam kilengésekre. Lássuk be! A bankok az ügyfeleiket alaposan félre tájékoztatták. Teljesen elképesztő módon a kúria határozataira hivatkozik a bankszövetség, hogy nem lehetséges az árfolyamváltozás becslése. Elengedhetetlen, hogy a kúria átékerje korábbi jogegységi határozatait. Valaki a kúriát alaposan félrevezette. Ez így semmiképpen sem maradhat. Ez az anyag még 2013-ban készült, így még a bankszövetség arról győzködi az egész magyar társadalmat, hogy az árfolyamlés nem okoz az adósnak költséget. Mint tudjuk, ez teljes mértékben alaptalan, a valóságnak ellentmondó állítás. Kire hivatkozik a bankszövetség azért, hogy megtámassza az állítását? A legfőbb ügyész szakmai véleményére. No meg, bírósági ítéletekre. A bankszövetség minden állítását alaposan meg kell most már kérdőjelezni. Ahogy nem igaz az, hogy az árfolyamlés nem költség, ugyanúgy nem igaz az, hogy nem számított a bankrendszer a forint gyengülésére. Justícia mérlege. Azt jelképezi, hogy a bíróságoknak mérlegelniük kell a vitázó, a pereskedő felek állításait, álláspontjait. A tényeket, az adatokat, a gazdasági összefüggéseket azonban nem teheti a bíróság mérlegelés tárgyává. Ezeket el kell fogadnia. Ezek nem jogi megítélés kérdései. Indokolt és szükségszerű a jogegységi határozatok felülvizsgálata. Ki kell mondani a tényeket. Ismertetni kell az egész más magyar társadalommal a valóságot. Vélelmezni kell, hogy a bankok nem adtak tájékoztatást arról, hogy a forint felülértékelt volt, mert kevésbé romlott, mint kellett volna 2001 és 2008 között. A kamatparitás elve a határidős árfolyamszámítás képlete alapján folyamatos és tartós forintgyengülés volt várható a devizahitelezés időszakában. Törvényt kell hozni, mely egy új elszámolást tartalmaz. Nem tudtunk mindenre kitérni az előadásaink során, azonban biztosak vagyunk abban, hogy el fog indulni a jogásztársadalomban egy elemző, értékelő folyamat. Nem maradhat minden úgy, ahogy a bankszövetség kitervelte. Mi civilek készen állunk átadni a tudásunkat, a tapasztalatainkat. Nem is nagyon kell azonban átadni, hiszen már rengeteg anyagot küldtünk az elmúlt években a kúriának. Mindeddig teljesen hatástalanul. A gyors és megnyugtató megoldás érdekében azonnal el kell kezdeni a munkát a kúrián belül.